Üdvözlet mindenkinek, 2018. november 1-én ez az Új Világrend hírek röviden az Infobubble csatornán. Ezután néhány érdekesebb hírt fogunk megnézni az elmúlt hét eseményei közül, illetve hát azok közül, amiket én most fedeztem fel. Kezdjük ezzel a hírrel, ami a kisalföld.hu weboldalról származik, és gróf Tisza István halálának 100. évfordulójáról szól. Én érdekesnek találtam azt, amit Orbán Viktor ezzel kapcsolatban mondott, hogy ma van szuverenitásunk, van saját utunk. A következő hír is ezzel lesz kapcsolatos, úgyhogy ezt tartsa mindenki észben. Azonban nézzük, hogy mi is az, amiről itt szó van. Arról beszélt Orbán Viktor, hogy meg kell becsülni, hogy Magyarországnak ma van szuverenitása, saját útja, erős gazdasága, határokon átívelő nemzeti összetartozása, és vannak erős szövetségesei. Orbán Viktor egyébként dicsérte Tisza István politikai pályafutását, hiszen erős, magáért kiállni képes országot akart. Sőt, Tisza István ízig-vérig nemzeti politikusnak nevezte, aki nem osztályok, nem úri klikkek, nem ideológiák, nem pénzügyi csoportok, hanem a teljes magyar nemzet érdekét tartotta szem előtt, és minden magyar kortársánál pontosabban értette Magyarország, a monarchia és Európa helyzetét. Én itt villámgyorsan megjegyezném, hogy én nem tartozom egyik politikai párthoz sem, én tisztában vagyok azzal, hogy ez az egész egy színjáték és az emberek manipulálását, illetve a propagandát szolgálja. Ezek az emberek pontosan tudják, hogy hogyan kell manipulálni a tömegeket, és ez az, ami itt történik. Akár nemzeti szinten, akár nemzetközi szinten. Mindenki játssza a saját szerepét, ugyanúgy Orbán Viktor, mint az összes többi. Ami számunkra érdekes lehet, az az, ami ezeknek a dolgoknak a következménye, illetve amerre ezek mutatnak. Nézzük, hogy mi az, amit megosztott Orbán Viktor a Twitteren. Legyünk büszkék, hogy az erős, magáért kiállni képes ország, amely Tisza István politikai pályafutása legfontosabb céljának tartott, ma valóság. Aki esetleg nem érti, hogy hogyan működik ma a világ, annak elmondom, hogy a nemzeti összetartás, a nacionalizmus és az a szuverenitás, amiről Orbán Viktor beszél, az elképzelhetetlen az Európai Unióban, vagy akár Észak-Amerikában, abban a világban, amit mi a fejlett nyugati világnak hívunk. Csak azért mondom ezt el, hogy mindenki lássa, hogy mi az az út, amiről ő beszél, merre tart az ország, és merre tart az egész világ, illetve a többi ország. Nem azt mondom, hogy mi lázadunk, vagy ellene megyünk, én azt mondom, hogy egyértelműen látszanak azok a taktikák, melyek a világot irányító elit stratégiáját alkotja. Nézzük, mi az, amit mond még Orbán Viktor. Nem voltunk szuverének, ez ugye Tisza István idejében. Hozzá voltunk láncolva egy multietnikus birodalomhoz, egy zuhanásnak indult sziklához, amely 4 év múlva földet ért és ripityára tört. Ugyanez a helyzet ma egyébként az Európai Unióval, úgyhogy vagy ő ellene beszél, vagy mellette, de mind a kettőt nem lehet tenni, ugyanis az, amit most itt mond, az egyértelműen hozzá hasonlítja az akkori osztrák-magyar monarchiát a mostani Európai Unióhoz. Mint ahogy ő ezt el is mondja egyébként, a miniszterelnök hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ma is a világpolitika átrendeződésének éveit éljük, ma is hódítanak önveszélyes eszmék, gondolom én, hogy ő a bevándorlási hullámra utal, illetve a multikulturális társadalomra, és nincs hiánya másnapi címoldal horizontján gondolkodó európai vezetőkből sem. Én igazából soha sem kedveltem a politikát, mindig is tudtam, hogy ez egy színjáték, de most így egy másik szemüveggel nézve érdekes, ami történik. Hiszen így folytatja Orbán Viktor, ma is észnél kell lennünk, mert egész hazánk rámehet, ha kiengedjük kezünkből sorsunk irányítása. Aki esetleg eddig valami barlangban élt, és ez nem esett le neki, elmondom, hogy soha nem is volt a kezünkben a sorsunk irányítása, egyik országé sem volt. A világot mindig is egy erő uralta, ami a világot irányító elit segítségével gyakorolta a hatalmát. Ugyanez a helyzet ma is, csak ez az erő egyre erősebb lesz, és lassan az egész világot a befolyása alá fogja keríteni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem már hosszú ideje ez meg is történt. Amire én utaltam, az az, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni. Ez egyértelmű lesz, hogy a világot
irányító és uraló elit egy közös országot, államot vagy kormányzatot akar? Szerintem ez már nyilvánvaló azoknak, akik figyelik az eseményeket, de lassan azoknak is az lesz, akik még ma boldog tudatlanságban élik az életüket, azt gondolván, hogy majd egy nap ők nyugdíjasok lesznek, és hátradőlve nézik a kis unokáikat, ahogy azok játszanak a kertben. Az a legnagyszerűbb ebben az egészben, ami történik, hogy azok, akiknek van értelme, azok meg fogják hallani, hogy mi az, amiről Orbán Viktor beszél, és hogyan is állít párhuzamot az akkori helyzet és a mostani között. Itt van még egy idézet. A szocialista operett köztársaság vezére és csatlósai úgy voltak vele, mint a régi történelmi Magyarországgal. Amit most mond, az igaz akkor és igaz most. Gyűlölték, mert büszke volt és erős, és mert annak a népnek az öntudata hatotta át, amely már 1000 éve él és túlél Európa szívében. És megjegyezte azt is, hogy sem Tisza, sem pedig az ország nem akart olyanná válni, mint amilyennek a Vörös Gróf és kompániája szerették volna látni. Egyértelműen arra utal, hogy ma az ország ő vezetésével nem akar olyan lenni, amilyennek az Európai Unió szeretné azt. Ugyanezt a hírt egyébként az Origo is közölte, meg gondolom más hírcsatornák is, de azért szerettem volna, hogyha látjuk több forrásból. Ez egyébként november 1-i, azaz mai ez a hír. Azt mondja, Magyarországnak ma van szuverenitása, saját útja, erős gazdasága, határokon átívelő nemzeti összetartozása is vannak erős szövetségesei. Nézzük meg az erős szövetségeseket. Ez a Népszava, október 25-i cikke, az Európai Néppárt egyik képviselője vizsgálatot szeretne, miután kiderült, hogy uniós forrásból vett buszokon szállítottak közönséget Orbán Viktor Brüsszel támadó ünnepi beszédére. Az Európai Néppárt egyébként az az EU-s pártcsalád, amiben a Fidesz is tartozik. Ennek svéd képviselője vizsgálatot sürget, hogy az EU megtudja pontosan, hogyan és mire használták fel Magyarországon az EU-tól érkező támogatásokat. Itt van a következő brutális mélyrepülésben Orbán német szövetségesei, ez október 15-i cikk. Mélyrepülésben Orbán Viktor miniszterelnök legnagyobb német szövetségese Horst Seehofer, szövetségi belügyminiszter által vezetett keresztény-szociális unió több mint 10%-ot veszített a vasárnapi bajor tartományi választáson legutóbbi eredményéhez képest. Itt van még egy hír, ez Orbán kínos helyzetbe hozta Magyarország szövetségeseit egy diplomáciai találkozón, ez október 24. A szokásokkal ellentétben nem fogadtak el közös nyilatkozatot. Orbán Viktor ezen a találkozón sokkal inkább Kína érdekeit nézte, mint sem a V4-ek csoportét vagy Magyarországét. Ez egyébként a múlt csütörtökön 5 év után tartottak újabb V4 japán miniszterelnöki szintű találkozót, ez az, amiről beszélnek itt. Közös nyilatkozat nem született, ugyanis Orbán ragaszkodott ahhoz, hogy a záró nyilatkozatból vegyenek ki két utalást, ami Kínának kellemetlen lehetett volna. A magyar miniszterelnök által nehezményezett megjegyzések a lap szerint a tengerhajózás biztonságára, illetve a dél-kínai tengert érintő vitákra utaltak volna. Mindkét felvetés a kínai törekvéseket intette volna óvatosságra, a japán miniszterelnök, Abe Shinzo, nem ment bele a változtatásokba, így a találkozó közös nyilatkozat elfogadása nélkül zárult. A liberálisok.hu ugyanerről a hírről számol be, és azt írják, hogy Orbán Viktor a szövetségeseinek hátat fordítva újfent egy diktátor mellé állt, ez egyébként a visegrádi négyek és a japán miniszterelnök találkozójára utal. A magyar kormányfő nem csak az Európai Parlamentet, de a visegrádi négyek tagállamait is magára haragította, miután a szomszédos szövetségeseinek hátat fordítva nem volt hajlandó a japán miniszterelnökkel kötött megállapodást aláírni, mert abban szót emeltek a kínai agresszió ellen. Orbán Viktor nap mint nap Putyinhoz, Erdogánhoz és Xi Jinpinghez hasonló keleti diktátorokhoz dörgölőzik, és diktatúrák mellé áll szövetségesei helyett. Persze ez valami liberális propaganda oldal, de azért látjuk, hogy mégis hogyan alakulnak a dolgok. Ez egyébként Orbán Viktor és Xi Jinping kínai vezető. A Fidesz kormány külpolitikája szembe megy Európa, a régiónk és így a magyar társadalom érdekeivel is. Az Orbán kormány folyamatosan akadályozza Ukrajna nyugati integrációját, hogy Putyinnak kedvezzen, akár NATO tagságunk veszélyeztetése árán is. Mérce.hu arról számol be, hogy vereséget szenvedett az Orbánnal szövetséges lengyel kormánypárt a helyhatósági választások első fordulójában, október 21. Október 3-án a 888.hu arról írt, hogy csütörtökön akár meg is szakadhatnak a diplomáciai kapcsolatok Magyarország és Ukrajna között.
Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön diplomáciai jegyzékben tájékoztatja Magyarországot arról, hogy a beregszászi magyar konzulnak el kell hagynia Ukrajnát. Ezt egyébként az ukrán külügyminiszter szerdán Kijevben jelentette be. Nézzük, hogy pontosan mit is mondott az ukrán külügyminiszter. Ez egy idézet. Javasoltam Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek, hogy rendelje haza. Ez a konzul. Ha ez nem történik meg, és ahogy értelmezem a magyar álláspont miatt ez így lesz, holnap a magyar félnek átadunk egy jegyzéket arról, hogy fel kell hagyni a munkájával Ukrajnában, így értelemszerűen távoznia kell Ukrajnából. Ez akár jelentheti azt is, hogy megszakadnak a diplomáciai kapcsolatok a két ország között. Mentzer Tamás államtitkár egyébként megerősítette, hogy Magyarország mindezek miatt nem hív vissza sem főkonzult, sem konzult Beregszászról. Ez ugye az útleveles botrányról szól, akit érdekel, elolvashatja, de egyébként a kettős állampolgárság tilalma ellenére az ukrán jogszabályokban nincs büntetés erre a jogsértésre, a törvényhozók feladata megoldani ennek szankcionálását. Ezt az ukrán biztonsági szolgálat helyettes vezetője jelentette ki egyébként. A magyarok ellen pedig hazaárulás miatt vádat emelnek Kárpátalján. Ez a Népszava veszélyes spirálban a magyar-amerikai kapcsolatok. Ez október 30-ai hír. Ez a Közép-Európai Egyetem ügye miatt kialakult káosz következménye. Arról beszélnek, hogyha december 1-ig nincs megállapodás a magyar kormány és New York állam között, akkor az új évfolyamok már Bécsben indulnak. Az egyetem ügye ráadásul csak egy tünete a magyar-amerikai kapcsolatok leépülésének. Az Amerikai Egyesült Államoknak ugyanis 4 konkrét ügy lenne fontos jelenleg Magyarországgal kapcsolatban. Az első a magyar energiabeszerzések diverzifikálása. Washington élénken lobbizik azért, hogy Románia Fekete-tengeri gázmezőin amerikai cégek által kitermelt gázból vásároljunk be. Magyarul ne csak az orosz gázra hagyatkozzunk. A második a Közép-Európai Egyetem ügye, a harmadik a magyar-ukrán kapcsolatok rendezése, a negyedik pedig egy katonai együttműködés erősítése, melynek keretében az Egyesült Államok hajlandó 55 millió dollárt adni a kecskeméti katonai légibázis fejlesztésére. Csak hogy ezekben az ügyekben már jó ideje nincs előrelépés. Még Ukrajnával kapcsolatban annyit hozzátennék, hogy Magyarország blokkolja, legalábbis ez a terv, blokkolni fogja a decemberre tervezett NATO-Ukrajna csúcs találkozót, igaz, itt legalább történt magyar kezdeményezés a helyzet rendezésére. Összességében a helyzet az, hogy a májusi magyar-amerikai külügyminiszteri találkozó óta inkább romlottak, mint javultak volna a kapcsolatok. És egyelőre nem is látszik, hogy ezt a helyzetet egy-egy magas szintű találkozóval ki lehetne mozdítani a holdpontról. Nézzük, hogy ezzel szemben milyen kapcsolatok azok, amik erősödnek. Erdogan, Orbán, nem vetélytársak, szövetségesek vagyunk. Ez egyébként euronews.com és október 9-ei ez a cikk. A török-magyar gazdasági kapcsolatok erősítésének fontosságát hangsúlyozta a török államfő és a magyar kormányfő is egy üzleti fórumon kedden Budapesten. Erdogan szerint jó úton halad a magyar-török gazdaság, hogy elérje a közös célként kitűzött 6 milliárd dollár volumenű éves kereskedelmi forgalmat. A török államfő egyébként kitért az Ankara és Brüsszel közötti feszültségre is. Törökország egyébként tavaly 17. volt Magyarország kereskedelmi partnereinek rangsorában. A kétoldalú áruforgalom értéke pedig 8%-kal 3 milliárd dollárra növekedett 2017-ben. Ez Világgazdaság november 1-i cikke, azaz mai. Több lehetőség is van a török-magyar gazdasági kapcsolat bővítésére. Arról írnak, hogy számos lehetőség van a török-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésére a két ország gazdasági szerkezete alapján. Erdogan egyébként azt mondta, hogy magasabb szintre kell emelni a török-magyar gazdasági kapcsolatokat. Úgyhogy ha valaki szeretné látni az utat, amerre haladunk, akkor ez egy nagyszerű térkép ahhoz, ez a néhány hír. Egyértelmű az, hogy milyen irányba haladunk, és távolodunk folyamatosan el Európától, közeledvén azokhoz az országokhoz, amelyek Kína, Oroszország és Irán, valamint Törökország vezetésével szembe helyezkednek a nyugati világgal. Tovább folytatják, és azt mondják, hogy még szorosabbra fűznék a magyar-török gazdasági kapcsolatok. Sőt, Orbán azt mondja, hogy ha V4-es országok nincsenek, akkor az EU-ban nem lenne gazdasági növekedés. Erdogan azt mondta, hogy Törökország szeretné erősíteni Magyarország jelenlétét, és egyfajta uniós logisztikai központként tekintenek az országra. Mellesleg szerintem nagyon sok más ország így van ezzel, közöttük az egész Európai Unió, hiszen Magyarország speciális helyzetben van pontosan a két világnak a határán. Október 8-án a HVG arról írt, hogy Orbán katonai együttműködést akar Erdogannal.
Orbán Viktor egyébként a katonai együttműködésről is tárgyalt Erdogánnal, a magyar miniszterelnök a haderőfejlesztés kapcsán azt mondta, erőteljes hadipari együttműködést szándékozunk kialakítani. Katonai, fegyverzeti és szakmai együttműködés lesz. Erdogan beszélt a Magyarországhoz kapcsolódó tervekről, és azt mondta, hogy 2019 tavaszán újra találkozik a két ország vezetője Magyarországon. Elmondta azt is, hogy a török légitársaság Magyarországról indítana a repülőjáratot indiai Mumbai-ba, ezen kívül közös magyar-török gazdasági fórumon vesznek részt, ahol további részleteket ismertetnek és különféle együttműködéseket írnak alá. Múlt hónapban pedig Kirgisztánban találkoztak. Hozzátette, hogy fontos elmélyíteni a török-magyar kapcsolatokat. Azt persze lehetetlen kihagyni ebből az egészből, hogy Törökország gyakorlatilag egymaga állítja meg az Európába áramló menekült áradatot, és 3,5 millió szír menekült van náluk, 500 000 iraki. Ezen kívül pakisztániak és afgánok is. Természetes az, hogy a görögök, az olaszok is küzdenek ezzel a problémával, sőt a spanyolok, azonban az egyértelmű, gondolom mindenki számára, hogy Törökország a földrajzi adottságai miatt egy gátat alkot a Közel-Kelet, illetve Európa között. Magyarország eddig is, ezt követően is támogatja a török EU-s csatlakozást, és azt mondta, hogy Európának el kellene döntenie, hogy mit akar. Az egész helyzet méltatlan, és messze van attól, amit okosnak lehetne nevezni. Nézzük meg talán a legfontosabbat Magyarország kapcsolatai közül, ez a napi.hu. Szijjártó szerint erősödnek a magyar-orosz kapcsolatok. Hosszú évek visszaesését követően siker történetek jellemzik majd a magyar-orosz kapcsolatokat, erről beszél Szijjártó Péter. Miután szerdán Moszkvában találkozott Szergej Lavrovval, az orosz diplomácia vezetőivel, ez egyébként október 3. Szijjártó azt mondta, sikerült megállapodni arról, hogy Magyarország 2020-tól több mint 4 milliárd köbméter gázt vásárol Oroszországtól. Itt visszaemlékezünk arra, hogy mit akarnak az amerikaiak, hogy Románián keresztül vásároljuk meg az ő általuk kinyert gáz. Közvetlen légijárat indul majd Budapest és Kazany között, és megállapodás született arról is, hogy egy magyar-orosz konzorcium több mint 1 milliárd euró értékben 1300 vasúti kocsit szállít majd Egyiptomnak. Azt mondja Szijjártó, hogy ahogy a nyugat-európaiak északon most új útvonalon vásárolhatnak gázt, mi közép-európaiak is követeljük ezt a jogot magunknak. Követeljük, hogy nyugat-európaiak és Brüsszel ne lehetetlenítsék el azt, hogy mi pedig délről kapjunk egy új szállítási útvonalat, és ne bojkottálják a török áramlat második vezeték szálából a balkáni és közép-európai gázvásárlást. Az amerikaival ellentétben. Még egy utolsó előtti hírt megmutatnék. Sikertörténet lesz a magyar-orosz kapcsolat, ez vs.hu, október 3. szerda. Gyakorlatilag megismétlik azt, amit az előbb olvastunk. És ezzel elérkeztünk az utolsó hírhez, ez az, amit tulajdonképp meg szerettem volna mutatni, csak azért, hogy hogyan is alakulnak a dolgok, és hogyan fognak azok alakulni a közeljövőben. Mi az, amire számíthatunk. Ez egy olyan dolog, ami a kezdetektől fogva tulajdonképpen várható volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy csak egy részletnek tűnik, ez egy nagyon fontos aspektusa lesz a jövőnek. Ez kisalföld.hu, és ők így írnak, ez október 31. ház előtt a Magyar Honvédség szervezeti átalakításáról szóló javaslat. A több törvény módosításáról szóló javaslat többek között a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség irányításának szétválasztásáról rendelkezik, de a szervezeti átalakításokon túl rögzíti az önkéntes, tartalékos szolgálatvállalás ösztönzését, valamint bevezeti az úgynevezett honvédelmi vészhelyzet fogalmát. Január 1-ével Benkő Tibor kiemelte, hogy az új típusú kihívások szükségessé teszik ezeket a lépéseket. Ez a bevándorlás, hullám, illetve a terror hoax elsősorban, amire ő utal. A hír első része a számunkra annyira nem is érdekes, hiszen kit érdekel, hogy ki irányítja, meg ki vezeti, de egyébként arról beszélnek, hogy a honvédelmi miniszter irányítja a Magyar Honvédséget, és a honvédség parancsnoka pedig vezeti majd. A javaslat tartalmazza többek között a hivatásos állományba kerülés szabályának rugalmasabbá tételét, és az úgynevezett kirendelés intézményének megteremtését. A kiképzett tartalékos állományt pedig kibővítenék a katonai tanintézetben hallgatói, honvéd tisztijelölti vagy altisztijelölti szolgálatot teljesítő férfiakkal. Mert a feminizmusban még annyira azért nem vagyunk egyenlőek, hogy a nőkre is kiterjedjen ez. De nem is lehetne, hiszen akkor a felvételi szintet úgy kéne meghatározni, hogy a férfiak közül még a 70-80 évesek is be tudnának gyalogolni.
De nézzük tovább. Ezen felül az önkéntes tartalékos szolgálatvállalást a honvédelmi szolgálati díj kiterjesztésével, valamint a részükre pótlék megállapíthatóságának törvényi megalapozásával kívánják ösztönözni. Gyakorlatilag még többet akarnak fizetni neki. Sőt, hogy minél többen be tudjanak húzni, még azt is rögzítik, hogy honvédelmi bírság jogintézményével kívánják jogkövető magatartásra sarkalni a honvédelmi adatkezelésben érintetteket. Honvédelmi bírság kiszabására például a törvényi javaslatban nevesített honvédelmi feladatok végrehajtásának elmulasztásával, késedelmes teljesítésével összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatal lenne jogosult eljárni. De figyelj mindenki, hogy mi az, amit mond. A miniszter kitért arra is, hogy figyelembe kell venni a Magyarországra is jellemző a születésszám csökkenéséből adódó népesség fogyást, amely azzal jár, hogy a hat köteles korú férfiak száma folyamatosan csökken. Emiatt 10 évvel 50 évre növelnék a behívhatósági korhatár. 50 évre növelnék a behívhatósági korhatár. Ezáltal megközelítőleg 850 ezer emberrel növelnék a hat kötelezettség alapján behívhatók számát. Sőt, a megváltozott biztonsági környezetben az új típusú kihívások egyértelműen szükségesítették az államok védelmi szabályozásának újra gondolását. Az elmúlt években új jelenségek jelentek meg. Ezért szükséges, hogy Magyarország is felkészüljön ezekre az új típusú kihívások hatékony kezelésére a szabályozás terén is. Ezt a célt szolgálja a honvédelmi vészhelyzetre vonatkozó javaslat, mely egy béke idejű, szélesebb körű, illetve az új típusú kihívásokhoz alkalmazkodó rugalmasabb felhatalmazást kíván biztosítani a kormány számára, a válságok kezelésére való felkészülés, illetve az eszkaláció elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében. Gyakorlatilag, amikor ők úgy gondolják, akkor behívják ezt a plusz 850 ezer embert, de nem is kell, hogy csak úgy előálljanak vele, hanem csak generálnak egy olyan szituációt, ahogy eddig az összeset a történelem során tették. Remélem, hogy aki még gondolkodni tud, és maradt néhány ember, az felfogja, hogy mi is a jelentősége ezeknek a híreknek, és mely az az irány, ahová haladunk. Természetes az, hogy nem lehet teljes mértékben felkészülni erre, de az semmiképpen sem lehet megoldás, hogy az ember figyelmen kívül hagyja azt, ahogyan a világ eseményei alakulnak. És 2018. november 1-én ez volt az Új Világrend hírek röviden. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallelujah és shalom! Thank you.